és na, ilyen okosak. Mondhatod. Na. Borsa Lajos mese a cipős tíz más nyulákról. Hajnyadában egy nyúlnak mi jutott eszébe, összehívta a nyulakat nyulak szigetére. Tisztelt nyúl nemzetség, én a mondó vagyok, hegyezzétek fületeket, kicsinyek és nagyok. Én ez a mi életünk bizony nagyon divdám. Fú a szél, brrr, itt a tél, brrr, miért járunk mezit láb? Úgy fázik, úgy reszket, sovány lábam, szára, szükségünk van nyúl nemzetség egy csizma diára. Éljen, 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 zugnak kiabálnát, tapsi fülest meg is teszték nyúl csizmadjának. Ne is fázott aztán a nyulak lába, kicipőben, kicsizmába, járt az iskolába. Egyszer csak mit láttak? Egyszer csak mi történt? Puskás vadászt látta. Utcú bezzeg, vesd el magad a pusztának. Neki nehéz volt a cipő, nehéz volt a csizma, hányjuk le, mert különben a zagár elcsip ma. Mind el is dobta, ki jobbra, ki balra. Egyet én is megtaláltam, lyukas volt a talpa. Nagyon jó! Köszönteni jöttem az egész családot, békességes, boldog húsvétot kívánok. Vidámsága háztból soha el ne fogjon, serény munkakedvük egyre gyarapodjon. Azt kívánom még csak, mit kívánnék szebbet, vigyük győzelemre az 5 éves tervet. Erős legyen hazánk, erős legyen népünk, éljen a mi pártunk, éljen a vezérünk, szabad elocsolni. Na, ezt nem tudtam, hogy ez ilyen politikás lesz a vége. Akkor egy másik. Minden évben eljön a nap, mikor nem csupán a tűzoltók locsolnak, mikor az elmúlás ellen harcol az ember, ha mással nem is, egy kis figyelemmel. Fontos dolog ez a rohanó világban, hogy gyönyörködhessünk meg annyi virágban. Nem feledem kérdésemet az illem megkívánja. Dönthetem-e a vizemet oda, hová járja? Na, Ilikém? Na, ez a szerintem szerintem sem. Deveszerű László húsvér. Szellő út, szellő szál, csókodad a szellő lány. Nap melenged, fény mesél, mikor a tél véget ér. Néked int a hóvirág, a barka bonyt a bársonyák. Itt a tavasz, kikelet, s a húsvét is közeleg. Jaj, de jó. Na, akkor az... Hogy hívják a barát? Bocsános. János. 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 Ja, igen, István. István. Na, hát azt megjegyzem, a főnök úr is István. Akkor, amíg választ egyet, akkor egy másik devecseri. Húsvét hétfő hajnala. Húsvét hétfő vízöntő. Vidám ez, nem kesergő. Jönnek a fiúk csapatban, vidám versel, hajnalban. És mit találtam? Juhász Magda, ugye ő mindenki tudja, hogy a cinkének a nagyon kedves tagja, és nagyon-nagyon szép gyerekeknek szóló versei, meséi vannak, és most találtam itt tőle az interneten egy nagyon kedves húsvéti mesét. Meseerdő szélén játszanak az őzek, a tavaszi szélben vígan kergetőznek. Az ibolya virág szirmait kitárja, régóta vágyódik meleg napsugárra. Minden állat vígad, örül a tavasznak, de nyomuk sincs sehol a fürge nyulaknak. A maszkó így dörmög. Vajon hol késhetnek? Szarka szól a fáról. Húsvétra készülnek?
festik a sok tojást, szorgosan dolgoznak, tudom, hogy húsvétkor majd nekünk is hoznak. Összenéz két csibész, farkas és a róka, nagyon figyelnek már a fecsegő szóra. Súgta a farkasnak a ravaszdi róka, legyünk mi nyula, ez lesz majd a móka. A farkas csak bámult, de egy nagy fa alatt elmondta a róka, hogy mit ért ez alatt. Fenn a fa tetején a harká is hallja, miként szövetkezik a két gonosz bajra. Szaladt a mackóhoz, segítségét kérte, és azt, amit hallott, rendre elmesélte. Hogy a két ravaszdi azt tervezi éppen, elrabolják majd a tojásokat szépen. Azután felveszik a nyúl áruhákat, és az ősztanyánál ejtenek gidákat. Háborog a mackó, ők lesznek a nyulak? No, majd résen leszünk, jöjjenek az urak! Most az őzikékhez és nyulakhoz szaladj, de ne tudjon erről semmit a két ravasz. El is jött a húsvét, s két hatalmas zsákban, ott volt a sok tojás egy nyúl ajtajában. A két gonosz gyorsan a hátára vette, nyúláruhát öltve indultak sietve. De a zsák nehéz volt, leültek nyögve, izzadt homlokukat gyakran törölgetve. Remegett a lábuk, inuk majd megszakadt, lihegve fújtattak a nagy zsákok alatt. Az ősztanya előtt terhüket letették, és az őzikéket nyomban hívni kezdték. Nézzétek, gidácskák, ebben a két zsákban sok-sok piros tojás vár a kis gidákra. Ezzel a zsákokat már is bontogatták, és a tartalmukat ki is borították. De amint meglátták, méregbe gurultak, mivel a zsákokban csak nagykövek voltak. Odaugrott rögtön a két kapcsi ezen, kopogott a sok kő kézen, lábon, fejen. Egymást haigált a farkas és a róka, kacagtak a nyulak, őzek a bokorban. Gonoszokat végül a mackó elkapta, vélük a barlangját kitakarítatta. Most is ott söpörnek és sikálnak egyre, nincs már az őszhúsra egyiknek se kedve. Igen, csak tud rajzolni a Rózsi bácsi. Festegetnek, készülnek, tojások, megesek. A legkisebb kisgyerek figyelnek még, nem vitás. Eltöri a tojásokat, zöld lesz tőle a lakás. Hát mikor? Most. Tudjátok, nekem nagyon rossz a szemem, nem látok. Nagyon öreg vagyok már. És fáradt is meg. Gyönyörű. Hát az a helyzet, hogy az én fülem sokkal fajlább mindennek a nyuszinak, de hasonlítám. Eddig éve. No, hát ezért a két rajzértel most elállítják egy kis cukorkal. Úgy haszabad. Elfogadjátok a nyuszitól a cukorkát? És van két nyuszitársa. Jújjúj, tényleg, itt maradt a kis nyuszi. Még egyszer volt hívnak, mit tudod? Tudrika Dalma. Tudrika. És a Réka nevet használod? Használom. Á, nagyszerű. Tudod, nagyon sok nevet kell megidéznem, és még egy pár szor gyakorolni. Jó, csinálod, ugye? Igen. Nagyszerű. És amit te rajzoltál? Az. És a Dominika, ugye? Igen. Jó, nem gyuriám. És a te rajzolt? Ó, gyönyörű! Az első, ez nem ugyanolyan. Csak nem lát. Ó, ezt most kilagyolta. Sem még ma, mert hogy hol nem lehet. Nem. A tojás az más, milyen a nyuszi az egyforma. Milyen jó, kaptad a nyuszitól személyesen? Azt a... Jaj, na hát, a nyuszi milyen kedve. Csak nem látok olyan nyuszit, akinek szürke lenne a lába, mint az enyém. Hűha, akkor nektek színezni kéne egy olyat, vagy rajzolni. Hát akkor próbáljátok meg engem elrajzolni. Menni fog a nyuszit megcsinálni? Úgy, hogy kajlafület rajzolni. Úgy, hogy kajlafület rajzolni. Pontosan úgy kéne. Pont tudtam. Pontosan. Látod, ki találtad. No, hát hadd nézz
nézem meg a felnőtt gyerekeket is. Ki az, aki nekem tud énekelni, vagy verselni? Verselni? A felnőtteket kicsit jobban ismerem, mint benneteket. Őt úgy hívják, hogy Karcsi bácsi. Na, akkor elkezdve. Józsi bácsi, nagy örömmel látom. Szervusz Józsi bácsi. Józsi, hoztam neked egy Józsi verset. Én vagyok az öccse, itt a gyerekek. Józsi, van nekem is egy verset? Na, azt mondd el akkor a Józsinak, feltétlenül. Messe a cipős csizmás lakról. Hajnaderban egy nyúlnak mi jutott eszébe? Összehívta a nyulakat Lakszigetére. Tisztelt nyúl nemzetség, én a mondó vagyok. Hegyezzétek fületeket, kicsinyek és nagyok. Ez a mi életünk, bizony nagyon deep-down. Fú a szél, itt a szél, miért járunk messziplán? Úgy fázik, úgy reszket, sovány lábam, szára. Szükségünk van nyúl nemzetség egy csizmadiára. Éljen, éljen, zugnak, kiabálnák, tapsi fülest meg is tették nyúl csizmadiának. Körül is fogták a csizmadiamester, kicsi pellőt, kicsizmát, nosza rögtön rendelt. Nem is fázott aztán a nyulak lába. Kicipőbe, kicsizmába járt az iskolába. Egyszer csak mi történt? Puskás vadászt láttak, utcú bezzet, mert vesd el magad a pusztának. Nehéz volt a cipő, nehéz volt a csizma. Hányjuk le, mint mert különben az agár elcsipma. Még el is dobta, ki jobbra, ki balra. Egyet én is megtaláltam, lyukas volt a talpa. Ez nagyon szép volt! Látom, hogy készültél, na akkor még egy kis jutalomcukorral. Na, gyerekek, akkor közületek, ki az, aki még készült? Tanultunk egy verset, csak a végét elfelejtettem. Mondd el akkor a Nyuszinak, amire emlékszem. Én ma volt iskola? Igen. Hát én pedig körbe jártam a várost, és rengeteg iskolát láttam bezárva. Azt hittem, hogy túl szünet van. Hát, Nyuszi, még nem tisztelem. Hát, Nyuszinak ugye bárhol iskolát. Bárhol iskolát. Bárfa? Igen. Ez egy nagyon szép iskola. Mit kell járni? Egy iskolába jár. Egy pár utca, és ott van egy óvi, és Erika oda jár. Mi kell az iskolába? Ismerem a Bárfa utca iskolát, itt van közelben. Igen. Gyalog innen 20 perc. Igen. 500 gyúrugrás nekem. Hogy olyan érjen.
És mit szeret vajon ez a nyuszi szeretem a káposztát is szeretem. Nagyon szeretem a házi süteményeket. Tina! Karacsony? Akkor figyelj ide, hogy a süteményeket menj a tárgyal. Akkor húzzatok a nyuszinak, amit a mama sütött akkor. Amiben segítettél. Igen, de én most nem tudok palatozni. De majd később megesz egy nyuszi. Én fegyelmező nyuszi vagyok, és ha rendőrségben vagyok, akkor én nem mehetek. Jaj, szegény nyuszi, hát de sajnáljuk akkor. Köszönöm, majd később. Na akkor mondok a nyuszinak egy húsvéti verset. Na akkor kereket, kérjétek meg a felnőtteket. Nem tudom, mennyire lehet hallani, hogy beszélek. Teljesen jól. Jó nézhet ére? Igen. Először akkor elmondod a nyuszinak azt a verset? Szeretném köszönteni akkor a jelenlévő gyerekeket, akkor a nagy gyerekeket, Ilonát, Józsi bácsi, Judit néni, Ilonét, Kisbárkát szeretném köszönteni. Köszönöm. Na, nagyon kedves vagyok, Szilagy, tudod a nekünk. Én persze, nagyon kedves nyúl vagyok, és mindent tudja róla. Jó, Nyuszi, mindent tud, látjátok? Igen, engem is. Azért, mert a füleim ilyen laposak, és pedig kajrák, attól én még valamikor nagyon jól hallom. Főleg azt hallom meg, és arra van kihegyezve a fülem, amikor a gyerekek nem viselkednek jól, mert ez is néha előfordul. De veletek nem igaz. Engedjétek meg, hogy üzenjek egy kicsit Bartolom Zoli bácsinak, itt a kamerán keresztül, remélem majd viszont látja, neki is nagyon boldog és áldott ünnepet kívánok. Na, akkor halljuk azokat a szép nyúlváró verseket. Mondod? Először akkor mondja te, Csilla. Amennyi eszedbe jut. Korán reggel elindultam. Korán reggel elindultam. K. László Szilvia, húsvét. Ezt küldjük a nyuszinak és az itt lévő gyermekeknek, és az otthon hallgató gyermekeknek. Tapsi Füles nagy munkában, húsvét napja közeleg, nyusziéknál kicsi és nagy, piros tojást festeget. Mikor elkészül a nagymű, kis kosárba helyezik, s meglepetés ajándékkal alaposan elrejtik. Úgy hallottam, itt is jártak, valamit elrejtettek. Vajon hol lehet a kosár? Keressük meg, gyerekek! Hát, van kosár, hogy lehetünk keresni. Na akkor ezért a szép versét, tudom, hogy a Judit néni nem visz szívesen fogadja a cukorkát, de azért átadom neki, mert megérdemli. Köszönöm szépen, Jussi, nagyon aranyos vagy, majd valamelyik kisgyerek nagyon fog neki örülni. Kevés jut a gyerekeknek is. Na, van egy újabb vers. Megpróbáljuk megkeresni ezt, ami... Marasztalásomra ki van egy új vers. Mert majd lassan tovább kell mennem más gyerekekhez. Ó, ugyanúgy a húsvét. Akkor várjál még egy picit. Erdőn mezőn. Szerintem ez. Mikor lesz a húsvét gyereke? Ki tudja? Kosárnap. Húsvét első, igen. És mikor lett meg benneteket a Gyuszi? Szombaton este, ugye? És nézzetek jól körül a kertbe, ahol találtam. Jaj, találtam egy nagyon. És készítsetek nekem fészket. De a nagymamának is mutassák. A három nyulat, az nagyon jó. És a fészek legyen társonyos puha, kisejves műből készüljön. Hogy szívesen meglátogassam. Sok bütyücsünk. Több helyre csinálja, készítsetek. Fészket nekem, kisejves műből. Na, ezt. Mert azt szeretem. Másmilyen kertünk van. Milyen kertetek van? Hát, nem nagyon jó. Miért nem jó? Hát, parkolós. Ja, az nem nagyon. Küldök nektek meg a Nyuszinak most egy nagyon jó pofa verset. Ezt figyeljétek, nagyon jó a gyerekek, mert ez nagyon aranyos. Zerd Zoltán, a három nyúl. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepében három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek.
Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek. Egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott. Mit csináltok? Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak. Úgy, úgy bizony, mint az urak. Felelték a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre róka húst eszünk. Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk rókát fogni. Csacsi szarka nem elhitte, röpült is már, s vitte a hír. A buta róka is elhitte, de hát hogy ne hitte volna akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora nyulak voltak! Jaj, mekkora fejük, szájuk! A medve egér hozzájuk! Hát még miről beszélgettek? Hogy eszán csak rókát esznek! Ennek a felese móka, szedte is a lábát a róka, futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérnek. Hát, amint ott futott, szaladt, szembe vele farkas halak. Szaladt te is, komán, farkas! Jaj, mit láttam, ide hallgass! Az erdő közepén jártam, most is borcsózik a hátam. Sose láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyek. Három nyúl volt, és akkora fél méter volt egy foga. Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak farkast esznek. No hiszen egyéb se kellett. A farkas is futni kezdett, a rókával verseny futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. A medve így szólongatta. Brum, brum. Hova szaladsz, farkas koma? Medve komám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az életed. Erdő közepén jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam. Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kisegérke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elő róka, hátul medve, közből a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szemben. Nézi is őket nevetve, együtt szalad róka, medve. No hiszen, csak nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél. Szaladj inkább, brum, brum, te is erre, kiáltott rája a medve. Az erdőben három szörnyek, puska se öli meg őket, három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát. Szedte a lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ilyetében megfogadta, most az egyszer érjen haza, csak ne fajják föl a szörnyek, soha se vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt széten, összebújva békességben. Nagyon szépen. Nagyon szerettem. Na, ez a verseny, megér egy cukorkát. Nem, ez csak egy kis vers. Én is megérdem egy cukorkát, és köszönöm, nagyon kedves a nyuszi, jaj, de jó! Köszönöm. Én viszont szeretnék kérni tőletek egy éneket, ha már itt az egészről volt szó, hogy a bátor nyulak fenevadakat akarták megleckíteni és megenni. Milyen ének az, ami a nyulhoz kapcsolódik, és a végén egyet bekapott? Kik ismerik? Kedves felnőtt gyermekek, ismeritek-e ezt a nótát? Hogy a nyuszi ül a fűben? Hát, hogy ne ismerjük? Ismerjük! Akkor énekeljük ezt! Nyuszi ül a fűben, szépen szunikálva, nyuszi talán beteg
boldog vagyok, pedig én már öreg gyerek vagyok, de hát a nyuszit nagyon keveset láttam életemben, úgyhogy ez most egy különleges alkalom. Újabb éneket szeretnénk hallani. Segíts, nyuszi, mit érdekel? Hát, milyen felkészülés, milyen nyuszi váró program? Hát, ahol a várakozók nem készülnek fel a vendégfogadására. Igazad van, nyuszi? Nyuszi. Parancsolj. Kérlek, nekünk a Réka, meg a Dúli, meg én. Nekünk hárman anyám, meg apa vett nekünk nyuszi. Ez három nyuszi. Ez aludtunk egyet. Ez amire felébredtünk. Ez ott van minden ajándék, akkor el ott. Kinyitottuk a dobot. Nem láttuk a nyuszika, mindenhova benéltünk a számítógép mögött, és ott rászálltak a nyuszika kábelek. Gondolom, nagyon boldog volna a apukád. És most kaptátok rá húsvétre a nyuszika? Tavaly? Igen, máskor. Ja, igen, tehát nem most húsvétre. Nem. És mire a nyuszika? Belek. Kiengedtük őket játszani, ez az egyik, a Rékáért mindig olyan utat volt, hogy mindig kiugrott a kerítésre, és kimentek hozzá alá, ez a Dórival nekünk ki kellett látni a kerítésre, és ezzel vissza kellett rohangálni. Jaj, szegény nyuszi társadalom. Mert a kerítés nem jól volt a szerepa. Én voltak nagyon nagy lyukak ott, és így kiment a nyuszi, bebújt a kocsi alá, és le kellett feküdnünk a földre, és kihazonásuk a nagy nyuszi, de olyan fülgen volt, meg... Hát milyen lehet egy nyuszi? Meg olyan... Megélek előtt neked, hogy milyen lehet egy nyuszi? Hová vészel kis nyúlácska, igyom, igyom, tálibe, futálibe, málibe, az erőbe. Minek nézked az erőbe, igyom, igyom, tálibe, futálibe, málibe, leszöcskéért. Minek nézked az a vesszőt, igyom, igyom, tálibe, tutálibe, málibe, kettecskének. Nézek néked a kettecskének. Igyom, 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 tálibe, tutálibe, málibe. Minek? Egy nyuszikának. Nem, hímes tojásnak. Hímes tojás. És nyuszi, hozol nekünk szombaton tojást? Na, azt majd el fogom még dönteni. És azt kifesti, nyuszi. Azt én nem fogom elárulni. Nekem vannak segítői. Rengetegen vagyunk. A nyulak népe nagyon sok. A nyulak szigetén értek? Mikulás? Igen, a Mikulást is ismerem. Ő most pihen, készül a szezonjára, a karácsonyra, az most még odéban. Távpénzen van a Mikulás, mert átáll. Nem. Távpénzen a Mikulás. A Mikulás jóban van a nyulak. Amikor a Mikulás van, akkor én pihenek, de most egy kicsit az időjárás vissza akarja csalogatni a Mikulást, mert még mindig volt hó, sőt az udvarban, ahol itt néztem, éppen láttam még egy kis hókupacot. Jussi. Remélem, reszkedjetek ezeket. A Buzatér, ugye ez több mint 30 évvel ezelőtt íródott. 30 évvel ezelőtt is volt a Buzatér, még piac. Buzatér, még piac volt akkor. Azt is tudom, Józsi bácsi. És bárányokat is árultak. Bárányok a piacon, húsvét előtt, ez az alcíme. A teherautó végénél mázsa, mellette levéve 4-5 összekötött lábú bárány fekszik, vevőkre várva. A többi fent szorong az oldalak között. Értetlenül bámul a sok kisárva a köréig szaporodó emberekre, gazdájukra, a szívtelen juhászra, aki odaaza mennyire szerette őket, s itt mit tesz velük, jár keze szája, s egymás után kerülnek a mázsára. Gyenge, vékony lábukon félelem reszket.
nem is tudják, hogy áldozatok lesznek, és felkerülnek azok asztalára, akik az ő képeikkel ünnepelnek. Köszönöm. Ida is. Ida szólt ez a vers, kicsit kegyetlen volt, kicsit félelmetes, de azért jár a cukorka. Megmondom őszintén, nem szívesen hallgatok én ilyen nyúl verseket, hogy a nyúl bajtársaimmal ilyen dolgok megtörténnek. Hát bizony, igen, aki nyúlak segítőivel történnek itt dolgok. Hogy én nekem ilyen. Lehet, hogy ezeket már olvastam. Majd megöregedve büszkék leszünk ezekre a betonketrecekre, amiket addig megveszünk, vagyis megvetetnek velünk. Adósságunk kifizetve, utána fellélegezve, csendesen így könyvelünk, akik addig még leszünk, jó ráment az életünk, de van saját ketrecünk. Egyébként ez nagyon ült. Hallgassuk meg Ida néni nyúlváró versét egy pillanatra, Józsi bácsi, előbb elkezdte. Devecseri László, húsvét hétfő hajnalán. Húsvét hétfő bizöntő, vidám ez a kesergő. Jönnek fiúk csapatban, vidám versel hajnalban. Kiskertemben jártam én, szép virágot láttam én. Meglocsolom, megöntözöm, kedves szóval felköszöntöm. Húsvét hétfő hajnalán örüljön a sok kicsi lány. Nagyon. Életem legrövidebb verse, mert azt hiszem a legrövidebb eddig a háromsoros volt. Aha. De ez olyan egysoros, hogy itt a címre rímel maga az az egysoros vers is, ami így hangzik, hogy papír kímélő egysoros. Takarodjon Európából soros. Ez csak egy öcsős, na most ezt üssük el egy kis locsoló versekkel a húsvétre. Mert a Nyuszi megijed itt véletlenül, hogy nem ő lesz itt a szár, és akkor mi lesz, elszökik tőlünk a Nyuszi. Igen, nagyon jó volt. Húsvéti locsoló verse kicsiknek és nagyoknak. Ákombákom berkenye, szagos húsvét reggele. Leöntjük a virágot, visszük már a kalácsot. Én még kicsi vagyok, verset ezért nem is tudok. De majd jönnek a nagyok, aztán majd mondanak azok. Én kis kertészlegény vagyok, rózsavízzel locsolkodok. Úgy locsolom a lányokat, mint kertész a virágokat. Hol kitérek, hol betérek, mindenütt egy tojást kérek. Ha nem adnak, visszatérek. Nagymamától kettőt kérek, húsvét másodnapját örömmel köszöntjük, ha tojást nem adnak, mindnyájat leöntjük. Azt csicsergi a kisfecske, odakinn a házerezbe, itt lakik egy kisleányka, ingó-bingó rózsafácska. Rózsavizet hoztam néki, engedjék meg meglocsolni, nem kívánok érte mást, csak egy szép piros tojást. Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa. Van egy kislány a háznál, hogy az Isten tartsa. Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha eljönne, akkor az a kicsi jány, jaj, de nagyot nőne. Korán reggel útra keltem, se nem ittam, se nem ettem. Tarisznya húzza a vállam, térdig kopott már a lábam. Bejártam a félvilágot, láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, hogy öltözzem, alig vártam. Van egy kislány itt a háznál, jó reggelt kívánok, megöntözném rózsavízzel, mint a kis virágot. Olyan szépek lesznek tőle, mint a kis tündérek, de ha lehet, cserébe egy piros tojást kérek. Jaj, köszönöm, Nyuszi! De jó, már mennyi cukrom van. Én is találtam egyet. Zerg Zoltán, mese a legokosabb nyúlról.
egyszer volt, holnap volt, túl a hegyen, túl a réten, egy kis erdő közepében. Az endőszélen egy tisztáson, fűszálakból vetett ágyon, ott, ahol sosem járt ember, egy farkas a polgármester. Ahol ezer rókat túl, ott lakott egy kicsi nyúl. A kis nyúlnak háza nem volt, szeme 2 óra 1 volt, hosszú füle, a farka, semmi furcsa nem volt rajta. Egyszer volt, holnap volt, egyszerű kis nyuszi volt, szarvas és főz jó barátja, minden madár jó fajtása. Így érdegélt békességben, a kis erdő közepében. Így érdegélt, amíg egyszer meg nem halt a polgármester. A bős farkas, és eltemették, megsiratták, mert szerették. Az állatok összegyűltek, egy tisztásra települtek. Éjjel-nappal tanakodtak, polgármestert választottak. Róka mondta, róka legyen, szarvas mondta, szarvas legyen. Ősz kiáltott, őzöl a sor. Teli faág, teli bokor, madár ül, minden ághegyen. S kiáltoznak, madár legyen. Addig, ahogy tanakodtak, a végén majd fagyba kaptak. Még egy nyúl szólt, most az egyszer nyúl legyen a polgármester. Erre elkezdtek kacagni, nem tud másra, nem tud az más, csak szaladni. Az árnyék is megkergeti, úgy megijed, hidegleli. Ha ágzőrrel rögtön szalad, vagy meglapul a fű alatt. Most legyen okos az ember, ki lesz itt a polgármester? Szól a bagoly az ághegyen. Az a fontos, hogy okos legyen, akár bátor, akár gyáva, ész legyen a kobakjában. Mindig szóltak, okos beszéd, próbáljuk ki, ki eszét. Igen ám, de hogy próbáljuk? Már is szólt a bagor rájuk, aki becsapja a rókát, az kiállotta a próbát. Rajta szarvas, rajta őze, lássuk, ki lesz a legbölcsebb. Ki tud győzni az észtornán, ki tud kifogni a rókán? Előbb az ősz kerül sorra, ide figyelj ravasz róka. Erdőn közt lakik az égen, sosem járt erdőn réten. Mégis őrölözti fűszálat, zöldbe borít bokrot ágat. Nevet csak ezen a róka, ez aztán a nehéz próba. Jobban tudom, mint te magad. Mi volna más, ha nem a nap? Most a szarvas kerül sorra. Én aztán megfordulok róka. Nincsen lába, mégis szalad, de mégis egy helyben marad. Megint csak így szólt a róka. Ez aztán a nehéz próba. Jobban tudom én, mint te magad. Mi volna más, mint folyópatak? Most a kis nyúl kerül sorra. Erre felelj, ha tudsz róka. Ha megfelelsz, most az egyszer, te leszel a polgármester. Nincsen szárnya, mégis repül. Fákon bokron hegedül, ha nem repül, nincsen sehol, de mégiscsak van valahol, nincsen szárnya, nincsen lába, mégis a világot járja. Töri a fejét a róka, ennek a felese móka. Hiába, ma nincs felelet, mondd meg nyuszi, mi lehet? Szól a nyuszi, figyelj róka, mi lehet más? Hogy mi lehet, mi más volna, ismeri a nyár és a tél, mi lehetne csak más a szél. A kisnyúl főzte le a rókát, ő állotta ki a próbát. Az erdőben akkor egyszer nyuszi lett a polgármester. Egyszer volt, holnap volt, egyszerű kisnyuszi volt. Hosszú füle tart, kurta farka, semmi furcsa nem volt. Szóval az Jussi még polgármester is lehet. Elhangzott volna a megoldás, én már tudtam, hogy a szél lehet. Úgyhogy akkor javasoljuk, hogy a következő választáson a nyúl legyen a polgármester. Ez jó ötlet! Támogatom! Tehát Bartolomi Zoltán, szeretném. Szeretném, ha fű lehetnék, rajtam topogna a lábad, és ha messzi útra mennél, én még hajlanék utánad. Szeretném, ha vesző lennék, erős törzsé nőnék nálad, földre rogyó ábaimról, almák utánad nyúlnának. Szeretnék én alva lenni, felét barnulna a száram, s mert éhesnek nem jó lenni, arcodon a pírt formáljam. Szeretnék a szárnyad lenni, megmutatnám a világot, és amikor nem látsz senkit,
dallal csak reát vigyázok. Szeretnék a dalod lenni, lelkednek legszebb zenéje, és amikor nem bánt semmi, táncba hívhatnálak érte. Szeretném, ha tükröd lennék, bennem vehesd magad észre, szemed bogarába lépnék, nagyon szeretnélek érte. Ezzel a kis kedves verssel kívánok minden szinke társamnak, akik itt tudnak lenni, és akik nem. Mindenkinek nagyon boldog húsvétot, és minden hallgatónknak is nagyon-nagyon kedves húsvét ünnepeket. Jaj, de szép a nyúl! Elkészült egy fénykép róla. Igen, ez teljesen te vagy. És ilyen nyúl szeretnék lenni, hegyes fülekkel, de sajnos én füleim még egyelőre kajlák, de ilyen nyúl szeretnék lenni. És majd amikor hozod a tojást, ilyen fülem lesz. Ugye csak akkor ilyen a füled, amikor a tojást iszed, nem Nyuszi? Hát sajnos az én fülem most már eléggé megviselt, majd valami tréninget kell kitalálnom. Majd a Bölcs Gabolytól tanácsot kérni, hogy hogyan lehetnek a kajla füleimből. Na, ez jó ötlet, a bagyok. Igen, a Bölcs Gabolyok azok mindent tudnak. Józsi bácsinak? Én mindenkinek mindent elviszem. Na, akkor most a Józsi bácsi megszólítja nekem. Én ezzel várnék egy akkora lyukat, hogy át fogok rajta bújni. Én ezt elviszem. Igen. Igen, szabadna azt megnéznem. Persze, hogyne. Nyugodtan. Figyeljétek a lyukvágást, tehát ugye ez olló kell. Olyan olló, amelyik olyan lyukat vág, amin tényleg át lehet bújni. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Mit csinál a Józsi bácsi? El kell vám azért gondolkozni. Én ebben a mutatványom már rokon gyerekeknek produkáltam. Na azért most megkóstolom. Megengeditek, hogy megkóstoljam ezt a sütemét? Hát persze, Nyuszi! Igen! Köszönjük, hogy megkóstolod! Igen! Nyuszi bácsi, kóstolj már! Igen! De most ehhez fel kellett volna ám készülni, mert minden művész mutatványhoz. Igen. Minden művész mutatványhoz, ha nem készül fel az ember, akkor felsül. Hát bizony, fel kell készülni, Józsi bácsi, nyugodtan készüljél. Ezt már itt egyszer mutattam, mikor még a... Én nem emlékszem erre, úgyhogy kíváncsian várom, mi készül. Ifjú kis István. Ja, lehet kis a kutyukának, igen. Kábítottam el. Ez egy család. Na. Hát Józsi bácsi, eléggé nő ez a dolog. Itt elég hosszúnak tűnik már. Végén lehet, hogy még tényleg átférsz rajta? Na, most ugrik a nyuszi a vízbe. Nem a hajom. Én nem ugrálok a vízbe. Nagyon rosszul tüzelik. Nem szereted a vizet, nyuszi? Szeretem a vizet. A harmad vizet szeretem. A harmadik is harmadot szeretem. Azt igen, azt el tudom. De én a folyóban, mert a tagadban nem ugrálok. Na, mi lesz itt? Segítsek, Józsi bácsi. Ezt vissza kellene. Egy ilyen állapotban. Sőt, a vizes füvet se szeretem üdítnéni. A nem se. Attól rosszul érzem magam. Fájj meg a pocakomtól. Na, akkor olyat ne egyél, Nyuszi, mert nekünk hiányoznál. Itt a gyerekek várnak nagy-nagy szeretettel téged még itt szombaton, meg vasárnap. Ugye?
sok-sok piros tojást szeretnétek a nyuszitól? Nem. Hát akkor nagyon-nagyon igyekezzetek nála elérni, hogy hozzon nektek sok-sok piros tojást. Hey, Jóska bácsi, nehogy fősüljél ezzel a mutatványjal, mert akkor nem élem, Józsi bácsi. Nem élem túl. De hogy is, nem már biztos látjátok. Na látjátok, hogy alakul a dolog itt a Józsi bácsi kezébe? Látjátok a gyertyöcök. A nyitját ennek a, hát, ennek a mutatványnak. Nekem ez még titok, Józsi bácsi, egyelőre. És itt vagyok. Ó, és tényleg átfog. Ezen még hároman is át tudunk. Hároman is át. Józsi bácsi, igazi bőrész. Kettem is át. Jó van, Józsi bácsi, jó van. Szuper. Hát bújtok rajta, gyerkőcök. Próbáljátok? Nem, én nem. Nem? Még a végén eltudjuk egy ekkorajukba, nem? Osztálytársaitok előtt ezzel a mutatvánnyal. Igen, ezt így bemutathatják, hogy a nagyobbak vettem. Na még mutatok egy egyszerű mutatványt. Látjátok ezt a kártyát? Igen. Ezt a kártyát. Eldobom, és kiveszem a farcsát. Művétel! Itt van. Eldobom, és innen a fal zsebembé kiveszem. Hát ezért a két mutatványért kettő cukorjára. Józsi bácsi, nézd csak, a Jussitól kettő cukrot kapsz ezért. Látjátok, ennek ez a trükkje, hogy mikor az ember gyorsan kell csinálni, és akkor ide hátra pördik. Ezért a két mutatványért két cukorjára, Józsi bácsi. És elmondom neked, hogy ilyen nagyszerű mutatványt, mint ezt a kettőt, utoljára Rodolfo bácsitól láttam. Ezt a gyereket nem ismerik, csak a felnőtt gyereket ismerik Rodolfo bácsi. És ilyen baráti ünnepség lesz, akkor hoztam volna be kellékeket, még több bűvész mutatni. Hát legközelebb ez van egy szerúzás mutatni. Ígéretnek veszük ezt, Józsi bácsi. Legközelebb behozom a szerúzás mutatványomat, mert az a macsak van kötve, és azt meg kell fűzni ide a gombjukba, és azt onnan ki kell tudni venni. De annak is van ám egy nyitja, egy ez a híres szaruzahegyező trükk, nem? Ja, Józsi bácsi, nagy varázsló. Sógoromnak szerint nem él már, feleségem legidősebb testvére, mikor megmutattam neki a kabátjába, napokig hordta, mert nem tudott bele, hogy nem sikerült neki. Nem sikerült. Józsi bácsi, megkérhetünk arra, hogy alapítsd meg a varázsló iskolát? Mit? A varázsló iskolát. Varázslók iskolája. Varázslók iskolája. Varázslók iskolája. Jelentkeznek már itt. Én katonaságnál szereztem meg Rodolfónak a vigyázz csalók. Nem tudom, ismerni. Rodolfo elárulja ezeket az olcsó. Volt egy üdét dobod is. Én nem vagyok bűvész, de én is vigyázz csalók. Nem csak rá, minden egyébként. De odaadtam az egyik rokon gyereknek, mikor kisgyerek volt. Tehát annak is már 3-4 felnőtt. Józsi bácsi drága, itt a kisfiú szeretne tőled valamit kérdezni. Van egy olyan... Hangosabban, nem? Van egy olyan ismerősöm, akinek sok kártyája van, és a párát kivesz, és elrúgja a háta mögé, és mi megijesszük, és így kijön. Na, az is egy varázsló lehet, akkor az az ismerősötök? Lehet, hogy valami trükkös. Hát akarnám mondani. Lehet, a Nyuszi ismeri is a varázslókat. Hogy menjen le az irodába. Szia, Nyuszi! Szia, Nyuszi! Várja tőle is! Köszönöm szépen! Szia, Nyuszi! És ne feledjétek el! Segítség! És ne feledjétek el! Mindig ott vagyok! Oké! Vigyázzok rátok! Köszönjük, Nyuszi!